Köszöntjük kedves nézőinket! Önök az Ábrahámhegy TV híradóját látják. Hétvégén húsvéti tojásfestéssel készültek az érdeklődőknek az Ábrahámhegyi Közösségi Házban. A résztvevők megismerkedhettek a tojásfestéssel és annak motívumaival is. Májusban nyit a Balaton. Erről beszélgettünk Hoffmann Henrikkel és Fekete Tamással a Balatoni Regionális TDM Szövetségtől. A Balaton Regionális TDM Szövetség és a Magyar Turizmus ZRT május 1-e és 11-e között Nyitott Balaton címmel egy egész Balatont átfogó rendezvénysorozatot indít. Nyitott Balaton a neve ennek a program sorozatnak, a részletekről fogunk beszélgetni a következő percben. Sok szeretettel köszöntöm Hoffmann Henriket, a Balaton Regionális TDM Szövetség elnökét, és Fekete Tamást, a szervezet alelnökét. Köszönöm, hogy elfogadták meg kívásunkat. Köszönjük szépen. Kezdjük azzal, elnök úr, hogy mi is ez a Nyitott Balaton.
Nyitott Balaton egy olyan programsorozat, ami egy másik balatoni szezont hivatott életre hívni. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy az emberek ne csak nyári úti célként, ne csak nyári desztinációként, fürdődesztinációként gondolkodjanak a Balatonra, hanem elsősorban belföldön szeretnénk megváltoztatni a Balaton képét. És mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan turisztikai termékek, amiket a tó fürdő lehetőségein kívül is lehet és érdemes a Balaton környékén észrevenni, és ennek a rendezvénysorozatnak tulajdonképpen hagyományteremtő szándékkal az első eleme ez. Azért különleges talán, mert hogy először fordul elő talán a hazai turizmusban, hogy egy civil szervezeti kezdeményezés összeér az állam képviselőjének akaratával, ugye itt a Magyar Turizmus RT-re gondolva, ahol is egyébként az általunk preferált modell alapján ugye egy alulról szerveződő civil szervezet létrehoz egyfajta turisztikai terméket. Jelen esetben a turisztikai termék most ugye ez a Nyitott Balaton rendezvény sorozat, és ezt a turizmus, vagy ezt a turisztikai terméket egyébként az állami szereplő, az állami marketing szervezet veri nagy dobra, egyszerűen fogalmazva, ugye közvetíti a fogyasztók felé. És közel 50 millió forintos marketing büdzsével állt mögénk a Magyar Turizmus RT, és hajlandó velünk együttműködésben ezt a terméket ilyen értelemben eljuttatni a vendégekhez, a fogyasztókhoz. Mennyivel több akkor ez a mostani kezdeményezés, mint a Magyar Turizmus ZRT annak idején futó Balató 7 programsorozata? Hát annyiban talán, hogy ugye jóval szélesebb a csatlakozó köre, egy picivel hosszabb az időpont is, és ugye más a tematika. Míg a Magyar Turizmus, lehet ezt egyébként, hogy a pár párhuzamos vagy testvér kapcsolatot felfedezni ilyen értelemben a kettő között. Talán annyiban különlegesebb ez, hogy míg a Balaton 7 az kifejezetten csak a szálláshely szolgáltatókra koncentrált, és ugye a szálláshelyek kedvező ajánlatai gyűjtötte ebben az értelemben össze, addig ez a programsorozat ez tovább lép ezen. Nem csak a szállásadók, hanem más szolgáltatók is részt vesznek ebben. Ugye az egyszerű, az éttermektől elkezdve a bicikli bérbeadósokon keresztül ugyan nagyon sokan, és a települési turisztikai egyesület, akik tagjai a szövetségnek, azok helyi programokat szerveznek. Itt ugye van egy olyan programsorozat, ami végigmegy nagyjából minden településen, és azon kívül minden település készül még a saját maga arculatának, a saját maga különlegességének megfelelően más programokkal is. Csak néhányat említve, vezetett Nordic Walking túrák, vezetett bicikli túrák, ezek a természetesen ingyen jutnak el a vendéghez, és ezzel mindenki a saját maga által nyújtott szolgáltatásokat kiegészítheti. És talán van még egy fontos pont, hogy ehhez a régió nagy szolgáltatói is, tehát többek között a Balatoni Hajózási RT is csatlakozott, és ugye ők is kedvezményesen üdülnek ebben az időszakban. Ami még fontos, hogy ugye az arculati elemeit gyakorlatilag a szövetség határozhatta meg ezeknek a hirdetéseknek, illetve magának az akciónak, és ugye ezt az arculati elemet hirdeti egyébként a nyitottbalaton.hu-t hirdeti a Magyar Turizmus RT és a saját maga kommunikációs felületein. Beszéljünk akkor arról, hogy operatív szempontból mekkora feladat volt ezt a programsorozatot összeállítani, hogyha jól tudom, alelnök úr maga volt az, aki dolgozott gyakorlatilag a háttérben a szolgáltatókkal. Többek között én is részt vettem ebben a munkában, és koordináltam ezt a feladatot. Óriási a feladat, hiszen a Regionális TDM Szövetség jelen pillanatban nem rendelkezik munkaszervezettel, úgyhogy magad uram, ha szolgád nincs felkiáltással, az elnökség tagja és az elnökség tagjaiból, valamint a közvetlen mellettük állókból kialakított operatív csoport, egy kisebb munkaszervezet vitte végig ezt a feladatot. Nagyon fontos elmondanunk, hogy a program és a tartalom kialakítása közösen történt meg mind a 19 tagszervezetünkkel. Nagy örömünkre mindenki csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és nem csak a Balatonparti TDM szervezetek, hanem csatlakozott hozzá Hévíz és Zalakaros is, tehát a teljes Balaton régióhoz tartozó összes TDM szervezet részese ennek a feladatnak. Elsőként mindenképpen meg kellett határoznunk azt a termékanyagot, azt a termékelem csoportot, amit ki tudunk ajánlani majd, és részévé tudjuk tenni a Nyitott Balaton programsorozatnak. Ebben voltak közös munkamegbeszéléseink, ebben mindenki részt vett, és mindenki elmondhatta az ötleteit. Itt határoztuk meg azokat az irányokat, amelyeket már elnök úr is említett az előbbiekben, a mindenhol felelhető közös programokat, mint például a reggeli átmozgató aerobik, jókedven indítsuk a napot, hiszen a célunk egy új tavaszi szezon elindítása, és az emberek fejébe történő beépítése, beültetése ennek, hiszen szeretnénk egy aktív tavaszi szezont létrehozni a Balatonon.
Ennek második elemeként a minden nap a TDM szervezetektől, túrinformirodáktól induló vezetett kerékpáros és gyalogos túrák kerültek meghatározásra, de gondoltunk azokra is, akik csak szeretnének a hideg téli napok után töltödni, nekik a Balatonparton kihelyezésre kerülő nyugágyakat, napozó ágyakat fogjuk a figyelmükbe ajánlani, amelyekben ingyen pihenhetnek, sütkérezhetnek és töltödhetnek. Nagyon fontos elem volt, amit meghatároztunk még ebben a programsorozatban, a Vendégül látjuk az országot a Balatonon gondolat mentén létrehozott program, amely arról szól, hogy a turisztikai szervezetek, a tagjaik saját termékeit bemutatva ingyenesen egy kis gasztronómiai kínálattal várják a Balaton partjára érkezőket. Ez a gondolat azért is nagyon-nagyon fontos. Itt nem csak arról van szó, hogy ide várunk embereket, és mi szeretnénk abból többek lenni, hanem mi is szeretnénk a miénkből adni, egy gesztusként felkínálva ezt a lehetőséget. Ugye elég sokat beszélgettek korábban, talán még vitatkoztak is szakemberek arról, hogy hosszabbítani kellene a balatoni szezont, aztán bejött egy új fogalom, hogy új szezont kellene inkább a Balatonnál nyitni, egy őszit, illetve egy tavaszit. Bennem felmerült a kérdés, amikor erre a beszélgetésre készültem, hogy van-e igény arra, hogy tavasszal lejöjjenek az emberek a Balatonhoz. Mert gondolom itt elsősorban először a hazai turizmusra szeretnének alapozni. Elsősorban, hiszen a lehetőség, hogy az anyagi lehetőségeink ahhoz, hogy külföldi piacokra lépjünk, korlátozottak. Ugye itt ebben a stúdióban is nagyon sokszor elhangzott ez, hogy egészen addig, ameddig ezek a szervezetek gyakorlatilag nem igazán fenntarthatóak, és nem rendelkeznek egy olyan saját költségvetéssel, amiből meg tudnák határozni, amiből el tudnák érni a saját stratégiai céljaikat. Addig a belföldi piacon a legolcsóbb, a piac ismerete miatt is, meg a költségek miatt is, ugye a belföldi piacon a legolcsóbb operálni. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy hosszú távú munka, ez nem ezzel az egy akcióval fog kimerülni, hogyha elkezdünk a Balatonra, és szintén én azt gondolom, hogy önnel beszélgettünk már itt arról is, hogy turisztikai termék szempontjából osztjuk föl az év időszakait. Ugye a nyárral, abban egyetértettünk, hogy a nyárral megvagyunk, hiszen a nyáron a fürdőturizmus, a Balaton Riviera gyakorlatilag ugye kellő számú turistát vonz, és elégedettek is lehetünk vele, főleg ugye az elmúlt évek tükrében. Ugye az ősz, a tavasz a következő fókusz ebben az értelemben, ugye azokat a termékcsoportokat szeretnénk tavasszal megjelenteni, amik az aktivitás irányába mutatnak. Ugye beszéltünk itt arról, hogy nekünk van az ország leghosszabb bicikliút hálózata, nagyon szép kiránduló útjaink vannak, ugye a Balatonfelvidéki Nemzeti Park is ugye az elmúlt időszakban nagyon sokat tett azért, hogy akkor kiránduló desztinációt lehessen, vagy kiránduló desztinációként lehessen a Balatonra gondolkodni, vagy gondolni. Ennek a stratégiának az első eleme gyakorlatilag ez a programsorozat, amikor is azt mondjuk, hogy gyertek el, nézzétek meg, kinyitjuk nektek a Balatont. És talán ami nem hangzott el, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mind a mellett egyébként, hogy szolgáltatók kedvező szolgáltatásokkal, kedvező áruszolgáltatókkal, akciókkal csatlakoznak ehhez. Talán ugye a számok nyelvére lefordítva, ez ugye egy közel 400 szolgáltatónk van, aki eddig csatlakozott, és ugye folyamatos a csatlakozás most is, és több mint 200 darab kisebb-nagyobb programot gyűjtöttünk össze egy közös platformon. És ugye ez maga a desztinációs gondolkodás, amit nagyon sokszor elhangzott, hogy gyere a Balatonhoz, és mi mutatunk neked egy olyan felületet, ahol megtalálod a kedvedre való programot. Hogyha 200-ból kell, hogyha egy adott település szelvényében nézzük meg a program kínálatot, az nem biztos, hogy elégséges, és nem biztos, hogy a vendégnek elegendő ahhoz egyébként, hogy a Balaton régiót májusban is élvezni tudja. Viszont hogyha 200 program közül választhat, és adott esetben ezeket a programokat 5 vagy 10 kilométer különbözteti meg csak egymástól, az 5 vagy 10 kilométer egyébként a tó környékén jellemző jó infrastruktúrával ilyen értelemben könnyen áthidalható. Hát ezzel kívánnánk azt elérni, megtenni az első lépést ugye ebben a kategóriában abba az irányba, hogy akkor ez majd akkor hosszabb legyen, és valóban legyen egy olyan aktív szezon, ha valaki tél után előveszi a biciklét, vagy adott esetben kitolja a garázsból a motorját, és el akar valahova menni egy szép helyre, egy olyan helyre, ahol nyitva vannak a szolgáltatók, ahol egyébként nyitva és vendégül látva az országot várják a vendégeket, akkor a Balaton jusson először eszébe, és a Balaton legyen az elsődleges úti cél, ami közül ő egyébként belföldön ilyen értelemben választani akar, vagy választani tud. Én azt gondolom, hogy ez az az összefogás, és az a megközelítés, amivel most a tagok is ehhez csatlakoztak, az a megközelítés, ami a Magyar Turizmus RT is magáévá tudta tenni ezt a gondolatot, az egyébként jelentheti azt, hogy néhány év alatt, hogyha folyamatosan képesek leszünk megrendezni ezt a rendezvénysorozatot, ugye elhitethetjük az emberekkel, és elültethetjük valóban ugye azt a gondolatot a fejekben, hogy igenis érdemes egy csodálatos természeti környezetben ugye eltölteni ezt az időt, és igenis annak is van értéke, ha az ember végig sétál a parton, és egy nagyon fontos eleme ennek az, hogy a 400 szolgáltatóból egyébként legalább a fele
nem nyitott volna ki csak május végén, adott esetben június elején, és hogy ennek az akciónak a kapcsán ugye sikerült meggyőzzük egymást arról, hogy az az állandó vita, hogy akkor előbb kell nyitva lenni, és majd utána jön a vendég, vagy előbb jöjjön a vendég, és majd akkor utána kinyitunk, az ilyen értelemben eldőlni látszik, és akkor most már mindannyian azt gondoljuk, hogy ha előbb nyitunk, és befektetésként kezeljük azt az előbb nyitást, mert nagyon sok esetben bizonyosan akár veszteséget fognak termelni üzletek. Ha nem is amiatt a 10 nap miatt, amire az akció korlátozódik, hanem az utána következő 10 miatt, amikor adott esetben esetleg újból kevesebb vendég lesz, és csak június elején kezdődik el a vendégforgalom. Nagyon fontos lesz az, hogy őket is nyitva találjuk, és nagyon fontos, hogy ők is hajlandóak erre áldozni, hogy befektessenek gyakorlatilag abba veszteséget termelve, hogy nyitva legyünk, mutassuk meg, hogy nyitva van a Balaton, hitessük el néhány év alatt az emberekkel, hogy érdemes idejönni, győzzük meg a saját magunk szolgáltatói környezetét is arról, hogy érdemes kinyitni ebben az időszakban a jövőbeni remények miatt. És hogyha el tudjuk érni azt, hogy már május elején is itt van a Balaton, akkor pedig ki tudunk lépni ezzel a külföldi piacokra, adott esetben tételezzük fel, hogy akkor valamivel több forrásunk is lesz. Lehet, hogy több támogatónk is, akik ebben értelmet látnak, és onnantól kezdve viszont, hogy már akkor kettesével lehet szedni esetleg a lépcsőfokokat, és onnantól kezdve valóban eljuthatunk abba az állapotba, hogy akkor tavasszal van egy aktív szezonunk, nyáron van egy fürdőszezonunk, és szintén itt ebben a stúdióban hangzott el az, hogy ősszel pedig a gasztronómia, borturizmus és a hal irányába érdemes és lehet csoportosítani. Természetesen ugye ez nem zárja ki egyébként az aktív irány sem ebből a gondolatmenetből, de minden további nélkül, akkor ugye egy új termékelemet keresztül lehet tolni majd az egyébként így kialakított meglévő értékesítési csatornán. Hogyan fogják majd elemezni ennek a mostani 10-11 napnak az eredményeit? És mennyiben fog ez majd segíteni a jövőbeli, az elnök úr által is elmondott következő szezon kialakításában, illetve a majdani jövő évi tavaszi szezonnak a megszervezésében? Több helyen is felmerült már ez a kérdés, hogy egyáltalán hogyan lesz ez mérhető, és hogyan tudjuk ezt majd kielemezni. Én mindenütt azt mondtam, hogy én nem számokban gondolkodom ebben az esetben. Ahogy elnök úr is említette épp az imént, ez egy első olyan kezdeményezés, egy első olyan közös munka, amiben megpróbálunk létrehozni egy új tavaszi szezont. Én avval lennék elégedett, ha május 11-e után mind a szolgáltatók, mind pedig a szolgáltatást igénybe vevők egy olyan óhajjal lépnének elő, hogy igen, ez egy jó kezdeményezés volt, és szeretnénk ezt újra megrendezni. Ennek érdekében rengeteg erőfeszítést teszünk mi magunk is. Létrehoztuk ennek a rendezvénynek a saját weboldalát, amit a www.nyitottbalaton.hu URL-en webcímen lehet elérni. Ez egy komplex weboldal, nagyon-nagyon jó struktúrát ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen a témaköröknek megfelelően térképes keresővel nagyon-nagyon könnyen dátumra lebontva lehet megtalálni a programokat. Tehát aki saját magának szeretne egyedi tartalmat összeállítani a Balatonon eltöntendő napjaira, mindenképpen felhívnám rá a figyelmet. Arra is azt is szeretném kérni a tévénézőktől, hogy amennyiben ők a Balatonparton élnek, akkor pedig ajánlják barátaiknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ahogy mi átszámoltuk, egy 20-25 ezer forintból akár két fő, három napot ezekkel a kedvezményekkel, akciókkal el tud tölteni most a Balatonon, tehát meg tudjuk teremteni Magyarországon is a második nyaralás lehetőségét, ami úgy gondolom, hogy nagy lehetőség mindenki számára. Ehhez létrehoztuk a kommunikációhoz természetesen a ma divatos Facebook oldalakat is, a nyitottbalaton.hu oldalon lehet minket elérni, amelyen naponta posztolunk híreket, lehetőségeket. Hála Istennek nagyon-nagyon sokan csatlakoztak ehhez az oldalhoz. Pár nap alatt több mint hát olyan 5000 körüli rajongónk van, és a kommunikációnak mégis még a másik vizuális oldala, amit szintén elindítottunk, az pedig egy Happy Balaton film. Pharrell Williams népszerű nótájára elkészült a We Love, tehát ez a Szeretjük a Balatont és Happy vagyunk itt című film a szervezésünkben. Ez is rendkívül népszerű, két nap alatt közel 20 ezeren lájkolták, és szeretnénk, és nézték meg, és szeretnénk ezzel is népszerűsíteni mind a tavaszi, mind pedig az őszi időszakot, hiszen ez a film most kifejezetten a nyitott Balaton időszakához kapcsolódva készült el, de a tartalma egyértelműen megmutatja, hogy a Balaton régióban nem csak a nyári főszezonban, hanem a tavaszi és az őszi szezonban is van mit tenni, vannak látnivalók, vannak kikapcsolódási lehetőségek. Megenged egy gondolat még ehhez a témához, hogy érdemes ketté választani
talán a kérdést. És hogy az egyik része ennek, amit fontos értékelni, és én azt gondolom, hogy sokat tanulhatunk belőle, hogy a szervezeti része. Tehát az, hogy ez ugye a szervezeti értelemben hogyan működött. Hogyan működött az együttműködés a Magyar Turizmus RT-vel. Ugye hogyan működött egyébként a szövetségen belül. Ugye hogyan érkeztek a visszajelzések, hogyan tudtuk azokat feldolgozni, mi volt az, megfelelő volt-e a feladat meghatározás egyébként, jó kérdések érkeztek, stb. Tehát ugye ez egy nagyon fontos. Ugye a jövőbeni akciók, a jövőbeni közös projektek értelmében, hogy ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy ezt megfelelő módon kielemezzük. Én azt gondolom, hogy ugye megvannak ebben a kellő tapasztalataink, ugye a szervezeti értelemben úgy jól állunk, hogy akkor ezt ki fogjuk tudni beszélni, és én bízom abban, hogy akkor kellő kritikával tovább tudunk ebben lépni és építkezhetünk. Másik oldalon, hogy lesz ennek egyébként mutatója, vagy lehet ennek mutatója, csak ugye ez egy magyarországi sajátosság sajnos, hogy későn kerülnek ezek az adatok összesítésre. Tehát amikor vége lesz ennek az akciónak, még legalább egy hónapig, de inkább másfél hónapig nem fogjuk tudni azt, hogy az előző év hasonló időszakában május 1 és május 11-e között mennyien voltak a Balatonon. Nincs is egy összbalatoni statisztika ebben az értelemben, hanem a települések ugye az idegenforgalmi adó befizetések alapján fogják ezt összegyűjteni. Az idegenforgalmi adó tulajdonsága az, hogy akkor a májusit majd egyébként június 15-éig kell bevallani, mire a települési önkormányzatok ezeket összesítik, és adott esetben ezek visszajuthatnak a turisztikai egyesületekhez, megérkezhetnek a szövetséghez, és összesítésre kerülnek, addigra június vége lesz. Sajnos ez egy picit faramuci dolog, ugyan tudnánk mi magunk is egy ilyen gyors mérleget ugye összeállítani egyes szállodák vagy egyes szolgáltatók felhívásával, azonban én azt gondolom, hogy ugye az ősz előtt meg lesz ennek a hozadéka, illetve meg lesz ennek az adathalmaznak a tartalma, és ilyen értelemben akkor ugye meg lehet nézni azt, hogy akkor valóban sikerült-e ugye a régióba mozgatni több vendéget, sikerült-e több vendégészakát generálni, mint az előző év hasonló időszakában. Meglátjuk, hogy így lesz-e, azért az eredményekkel majd várjuk vissza önöket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és sok sikert a rendezvénysorozathoz. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. Senki sem úszta meg szárazon. Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gondoskodott arról, hogy senki ne hervadjon el. Zöld erdőben jártunk, bozott tüzet láttunk. Tovább akarsz terjedni, meg szabad-e fékezni? Thank you.
hogy megvacsoltatok, legalább nem. Erdőben jártunk, bozott tüzet láttunk, tovább akar terjedni, meg szabad-e fékezni. Hát, de csak ezekkel a fajta. Na támadjatok, gyerekek! Fékezni, a bozott tüzet. Jaj, de szeretlek, köszönöm! Erdőben jártunk, bozott tüzet láttunk. Tovább akar terjedni, szabad a széket. Köszönjük kedves figyelmüket, találkozunk a jövő héten!